Kedves barátaim, jó reggelt kívánok mindenkinek! A Nedarim Traktátus 85-ös lapja fog következni ma, és a 84-es lap végén egy kérdéssel fejeztük be tegnap. Ezt a kérdést ma újra fogalmazzuk, újra felidézzük, és egy kis bevezetést is fogunk hozzá végezni. Ugye a Szentföldön mezőgazdasági törvények egy fontos része az, hogy különböző adókat kell adni a termésből. Milyen adók ezek? Van a truma, amit kinek adunk? Kohanitáknak. Van a mászer, az első tized, amit adunk a lévitáknak. Van a mászer séni, a másodtized, amit adunk tulajdonképpen saját magunknak, vagy bárkinek, de a lényeg, hogy Jeruzsálemben legyen elfogyasztva. Ezt váltja föl 3 évente a szegényeknek járó tized, amit pedig a szegényeknek adunk. Értem szerint most az első két adóról beszélve, a kohanitáknak adott truma és a lévitáknak adott mászer, tehát tized kapcsán, az a kérdés, hogy itt ugye az én termésemből adom nekik ezt az adót. Hogy kinek adom, melyik kohanitának adom, konnak vagy kacnak, azt én döntöm el. Ha én döntöm el, az azt jelenti, hogy itt van egy toivas hanna, van egy lekötelezettség, vagy egy, mi lenne a jó kifejezés erre, egy szívesség, vagy egy lekötelezettség, amit létrejön azáltal, hogy neki adtam, és nem másnak adtam. A kérdés az az, hogy ez a lekötelezettség, ez ennek van-e a számomra pénzértékű joga. Ez az én pénzértékű jogom-e? Ez olyasmi, amit föl lehet értékelni vagyonilag vagy sem. Lehet-e forintosítani? Igen, köszönöm szépen. Tehát lehet-e forintosítani, és lehet-e kifejezni valamilyen értékben, ami az enyém? Itt tulajdonképpen a kérdés, hogyha még jobban kibontjuk, akkor az a kérdés, hogy van-e értéke a számomra? Tehát egyszerre kérdés az, hogy van-e ennek értéke, ki felelte fejezni valahogy értékben, de igazából nem is ez a kérdés, mert valamilyen módon persze, hogy van értéke, hiszen ha én döntöm el, hogy kinek adom, akkor azzal a lekötelezettségek hálóját hozom létre. Inkább az a kérdés, hogy ez a érték, ami ebben van, ez az enyémnek számít-e vagy sem. Ez például, ha ettől megfosztanak, ettől a képességemtől, hogy én ezt valakinek odaadjam, akkor a számon kérhetem-e, pénzben ki lehet-e fejezni. Mondok egy példát. Tegyük fel, hogy van nekem 100 kiló gyümölcsöm. Ebből még nem adtam oda a trumát senkinek, meg a mászert senkinek. És ellopja egy ganev a 100 kiló gyümölcsöt. Akkor ő mit kell, hogy kifizessen nekem? Értelemszerűen a 100 kilóból mi az, ami mindenképp az enyém lett volna? Hát 90, kicsit, nem 90, vagy 80, 88. Miért? Mert két gyümölcs ment volna, egy ötvened ment volna a kohénnak, és egy tized ment volna a lévinek, ugye? Az, ami az enyém, amit bizonyosan számon kérhetek rajta, az 88 alma. A 12 alma, az nem az enyém, az a kohanitáj és a lévitáj. De mondhatom-e azt, hogy az, hogy én ezt, ha nálam maradt volna a gyümölcs, én legalább eldönthettem volna, hogy melyik kohanitának vagy lévitának adom, azt ki lehet fejezni pénzben, és mondjuk azt mondom, hogy ennek az értéke egy fél alma. És ezért ezt a fél almát, ezt mégis a Ganef ki kell, hogy nekem fizesse. Akkor ilyen értelemben 88, és egy fél almát kell, hogy kártérítsen nekem. De az a kérdés, hogy a kohanitáknak és a lévitáknak adott truma és mászer adásának a aktusa, az egy pénzben kifejezhető érték-e. Nézzük meg a mi misnánkat. A mi misnánk miről szólt? Volt benne egy olyan paragrafus, hogy ha egy ember azt mondja, Kohanim ben Levim jehenuli, nehenili. Valaki azt mondja, többet kohaniták és léviták velem ne szórakozzák, tőlem ne fogadjanak. Én semmit nem adok nekik.
A kohaniták és a léviták elvehetik tőlem a trumát és a mászert? El. Miért? Ez az övék. Az nem az enyém. Oké. Okay. Hogy? Tehetek, de... Nem. Tisztázzuk, én tehetek, de az csak a sajátomra fog vonatkozni, nem a trumára és a mászerre. Tehát érted? Ő elveheti a 100 gyümölcsből a 12-t, a többiből nem adhatok neki, és ő nem fogadhat el tőlem, vagy hát nem adhatok neki, mert az enyém, és én azt mondtam, hogy az enyémből én nem fogok nekik adni. Tehát az eleje a misnának az azt mondja, hogy ha én letiltottam az összes kohanit, az összes lévit, akkor az akaratom ellenére is jöhetnek, és elvehetik tőlem. Mi tűnik ebből ki? Hogy az a jog, hogy én döntöm el, hogy kinek adom, az nem az én jogom. Lehet, hogy pénzben kifejezed, de az nem az én jogom. Mert ha az én jogom lenne, akkor nem vehetnék el erőszakkal tőlem. Ugyanakkor mit mond a misna vége, vagy a misna második paragrafusa? A misna második paragrafusa azt mondja, hogy én azt mondtam, kohanim élu, levim élu nehenili. Ezek a kohaniták, Katz, meg Schwarz, ők semmilyen hasznot ne lássanak belőlem, vagy ezek a léviták, Lővi és Löv, semmilyen hasznot ne lásson belőlem, akkor Schwarz és Kohn, Lővi és Löv nem vehetik el tőlem a mászert és a trumát, hanem én úgy dönthetek, hogy ezt odaadom egy harmadik Kohénnak, vagy egy harmadik Lévinek. Magyarul, mi tűnik ki ebből a részéből a misnának, hogy az a jog, az mégiscsak az enyém. Oké, tehát akkor a kérdés az az, hogy a joga a trumának, a truma átadás jogának az pénzben kifejezhető értéke. Mi van a misnánkban? A misnának az első paragrafusa mit mond? Ha minden kohént letiltok, akkor elvehetik tőlem erőszakkal, a második paragrafus mit mond? Ha bizonyos kohént letiltok, akkor én döntöm el, hogy kinek adom. Akkor az első paragrafusból mi látszik, hogy nincs olyan jog, hogy kinek adom. Nem egy pénzben kifejezhető jog. A másodikból mi látszik, hogy van olyan jog, hogy kinek adom. És látszólag ez egy ellentmondás. Összesen szóval most elég hosszan fogjuk ezt elemezni. Én már az elején, hogy értettem a misnát, úgy értettem, ami majd a vége lesz a válasznak. Én kicsit úgy érzem, ez a kérdés maga sem egy igazán nagy kérdés. De most egyelőre itt tartunk, hogy úgy tűnik, hogy a misna eleje és a misna vége az nem koherens. Mert a misna elejéből, az első paragrafusból úgy tűnik, hogy nincs olyan pénzben kifejezhető jog és vagyon, hogy az a maga a döntés, hogy kinek adom, hiszen erőszakkal elvehetik. Mi a misna vége? A misna vége az, hogy ha csak egy bizonyos kohénnak tiltottam le, akkor mégis eldöntetem, hogy kinek adom, azon az emberen kívül. Akkor mégiscsak enyém az a jog, és mégiscsak van. Akkor mi a válasz erre a kérdésre? Akkor nézzük először a szövegben. Kajháni mölevim neni li. Ugye a misnában idézünk, és azt mondjuk, hogy ha azt mondtam, hogy általában a kohaniták se léviták, ne szerezzenek hasznot belőlem, jitlu, akkor erőszakkal elvehetik. Álma, tojvaszana, én nem am. Ebben mit látok, hogy a leköteleződés, ami azáltal van, hogy én döntöm el, hogy ki, én dönteném el, hogy kinek adom, az nem egy pénzben kifejezhető jog, és azért elvehetik erőszakkal. Mert nem lopnak tőlem az, hogy elveszik azt a lehetőséget, hogy én döntsem el. Én a széfa. Viszont ha megnézzük a második paragrafust, hogy hánimul vím élu nehenili,
ha én azt mondom, hogy egy bizonyos kohén, egy bizonyos lévi le van tiltva róla, akkor jitlu a cheirim, bocsánat, kám élőnél jitlu a cheirim, akkor én eldöntettem, hogy másnak adom, ával lehani loj, de azok, akik tehát letiltottam, azok nem vehetik el, álma, akkor mégis én döntöm el, és akkor mégiscsak van egy ilyen jog, mi a válasz erre a kérdésre? Tehát még a kérdésnél tart. Amarav ha is jel, hogy kássa, ha rebbi, iszib, rebbi, oda. Furcsa válasz mondott a Talmud. Azt mondja, tudjátok mi a válasz? Van egy misna, még az első paragrafusát rebbi szerezte, a második paragrafusát rebbi, iszib, rebbi, oda. Egy misna, aminek két szerzője van, és a misna eleje és a misna vége nem ugyanaz az állásponton van. Ez nem egy gyakori, azt, hogy a Kálmán ilyet még nem hallottunk, ez valóban nem egy gyakori, mert ez nagyon, nagyon, nagyon szélsőséges, nagyon nehezen elfogadható válasz. Mert akkor miért lenne egy misnában? Úgyhogy nincs benne. Van olyan misna, ahol két vélemény van, de akkor az ki van fejezve? Mi a vita Rebbi és Rebbi Jöjszi, vagy Rebbi Judak között? Tehát akkor most azt mondjuk, hogy az egyes és a kettes, az Rebi, az egyes, és Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, R-J-B-J, ő a kettes. Miért? Mert van egy vita Rebi és Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda között, egy másik kérdésben, és azt a vitát úgy értelmezem, hogy pont erről szól, arról szól, hogy a Toivas Hanal mamony, vagy nem mamony, arról szól, hogy a adás, az a döntés, hogy kinek adom, általi leketeleződés, az egy vagyonban kifejezhető érték, vagy sem? Mi a vita? A vita arról szól, hogy van egy Ganev, aki ellopott 100 almát. Oké, itt a Ganev, viszi a hátán a puttonyban a 100 almát. Ő utána ki kell, hogy fizesse nekem? Mennyit kell, hogy nekem fizessen? Ugye, ebből ez fontos hangsúlyozni. Milyen 100 alma ez? Tevel. Mi az a tevel? Olyan, hogy? Fantasztikus, zseni! Tapsoljuk meg! Adózatlan gyümölcs. Ez egy adózatlan gyümölcs. Mennyit kell ebből visszaadjon majd nekem a Ganev? És két vélemény van. Rebi mit mond? Rebi azt mondja, bocsánat, Rebi azt mondja, hogy mennyit kell visszaadjon. De tánya, ha gaj, devtívlő, és a haverve, achlém, és állimé, tívlő, divré, Rebi, a tevelt kell kifizesse. A tevel itt nem azt jelenti, hogy százat, mert az biztos, hogy nem, mert a 12 abból a 100, 10 a lévitájé, 2 a kanitájé, az biztos, hogy nem neki kell fizetni. Lehet, hogy valaki másnak, de nem neki. Mit jelent mé, tívlő? Most úgy értelmezzük, hogy ez azt jelenti, hogy a tevelt, a 88-at, ugye, ami az övé, plusz annak az értékét, hogy a kohanitának és a lévitának ő dönthette volna el, hogy melyiküknek adja, és azt fölértékelem, mennyi annak az értéke, mondjuk azt, hogy egy fél alma. Tehát akkor mennyit kell, hogy fizessen? 88 és fele. Ezt mondja Rebi. Mit mond Rebi Jaiszi, Rebi Huda? Rebi Jaiszi, Rebi Huda! Aimer, én nem is állomnád, mely hulin se baj. Szerintem ennyit kell, szerinte RJBJ szerint mennyit kell, csak 88-at. Miért? A többihez semmi köze. Álma, de halka miflegi, my love, halka miflegi. Hogyan lehet értelmezni, mi a vita filozófiai alapja a kettőjük között? Az, amit mi is mondtunk, az a vita alapja, hogy az a jog, hogy én dönthettem volna el, hogy kinek adom, ha ez a szemtelen Ganev nem lopja el, akkor annak lett volna értéke, az az enyém, és van-e értéke, és az enyém, vagy nem, nincs értéke, mert nem az enyém. Rebbi azt mondja, hogy van értéke. Rebbi azt mondja, hogy nincs értéke. És ha tényleg ezt a vitát a kettő között így értelmezem, akkor azt lehet mondani, hogy a mi misnánkban is ezért van ellentmondás a misna eleje és a vége között, mert az egyik az Rebbi, a másik az Rebbi azt mondja, azt mondja a Talmud,
Loj. Kula alma, taiva szanaim a maj. El a hachbe matne sellei hurma kamiflegi. Azt a Talmud próbálkozik egy válaszsal. De nem biztos, hogy itt ez a vita. Itt az a vita inkább, hogy amikor a 100 alma még tevel, még nem lett leválasztva belőle a 12 alma, akkor az a 12 alma, az kié? Az még a tulajdonosé, és az ezzel járó jog, az még az övé, vagy az a kohanitáé és a lévitáé. És miről van itt szó? Hogy a 100 almából még nem lett leválasztva a 12 alma, és ezért van vita, erről szól a vita Rebbi és a Bjössi Velébi Huda között. Azt mondja a Talmud, de így tajvasz, ha na, én nem mamon, máli hurmu, máli laj hurmu. Ezt a Talmud, de mindig nem tudsz, oké, tegyük fel, hogy ez a vita köztük. Arról van szó, hogy nem lett leválasztva a 12 alma. De nem tudsz szabadulni attól, hogy választ adj arra a kérdésre, hogy a adás aktusabb az egy pénzben kifejezhető joge, vagy sem. Mert ha nem lett még mert ha nem egy pénzben kifejezhető jog, akkor kit érdekel, hogy le lett-e választva a gyümölcs, vagy sem. De az egésznek akkor van értelme, ha azt mondom, hogy ha le van már választva a gyümölcs, csak még nincs odaadva, akkor van érték. Ha nincs leválasztva, akkor nem érték. De ha te azt mondod, hogy ha le van választva, akkor se érték, akkor kit érdekel az egész? Tehát mindenképp azt kell, hogy mondjam, nem tudsz szabadulni ettől a kérdéstől. Valahogy mindenképp ennek a kérdésnek a szempontjából is állást kell foglalni. Ezért a Talmud azt mondja, nem. Adok egy új magyarázatot, hogy mi a mi Rebbi és Rabbi Yosi ben Yehuda vitájának a valódi oka. Valójában itt nincs, ez egy tévedés. Rabbi Yosi és Rabbi Yehuda vitának semmi köze ehhez a kérdéshez. Tehát nem tudjuk összekapcsolni a Mishnánkhoz. A Mishnához vissza fogunk térni, hogy akkor mi a hogy oldjuk meg a Mishnában lévő ellentmondást, de nem azzal, hogy ezt a vitát idehozzuk. Miért? Mert itt egész másról van szó. Ez szerint a Mishna szerint bizonyos, hogy tojvasz maha na énoi mamai. Hogy nem jog az, hogy kinek adom. Nem egy pénzben kifejezhető jog. Akkor mi a vita a kettőjük között? A vita a kettőjük között az, hogy amikor van egy tevel, és azt a Balabájsz, a gyümölcs tulajdonosa nem volt elég szorgalmas és figyelmes, hogy azon nyomban, ahogy csak lehet, válassza le belőle a trumát és mászert, és adja oda a kohanitának és a lévitának. Nem volt elég gyors, nem volt elég szorgalmas, és ezért mi történt? Előállhatott egy olyan helyzet, hogy jött egy gánev, és nem csak az övét lopta el, hanem azt is, amit oda kellett volna adjon a kohanitának és a lévitának. Egy ilyen helyzetben kit büntetünk amiatt, hogy a kohanita és a lévita gyümölcse el lett lopva? Rebbi szerint Hainu taima de Rebbi, kan szurra van leg gánev, ki hejk, de lejlig, nem hiszen kit büntetünk, a tolvajt büntetjük. És ezért ő kell, hogy fizessen nem csak a trumáért, és nem csak azért, ami az enyém, hanem ki kell fizesse nem ezt a felet, hanem 88 plusz 12-t. Miért? Mert lehet, hogy ez nem az enyém, hanem a kvalitása névétájé, de mégis büntetjük a tolvajt, mert gyakorlatilag nehogy már ő nyerjen abból, hogy ő hogy olyasmit lopott el, amiből még nem lett leadva a trumai semájsz. De mi őszintén, bár mi Huda szerint viszont a tulajt büntetjük. Miért? Hogy ügyeljen rá, hogy igenis szedje le róla a trumát és a májszert. És ezért ő csak a 88-at kapja meg. Oké, de ha így van, tehát Rabbi Yosi ben Yehuda szavákon, szóra banon, de bár a bájsz, kéhetően a lisletévei,
A bölcsek, mondja Rabbi Yossi ben Rabbi Huda, a tulajdonos büntetik, hogy nem hagyja állni úgy a gyümölcsét, hogy még nem szedte le belőle a trumát és a májszert. Tehát akkor mit látok ebből? Hogy a misnánknak az ellentmondását nem lehet feloldani ezzel a vitával, ami a százalmáról szól, amit ellopott a Gánev, hanem valami más megoldást kell találnunk. Akkor menjünk vissza a misnánkhoz. Mit mondott még egyszer a misna? A misnának az első paragrafusa azt mondta, hogy ha én azt mondom, hogy minden kohént letiltok, akkor jöhetnek és elvetik erőszakkal. Ha pedig ha csak azt mondom, hogy azt a bizonyos kohént tiltom le, akkor nem jöhetnek erőszakkal, hanem én továbbra is eldöntetem, hogy kinek adom. Hogy akartuk magyarázni, hogy az eleje szerint nincs olyan jogom, hogy én döntsem, hogy kinek adom, vagy nem, ez nem egy pénzben kifejezhető jog. A vége szerint pedig van ilyen jog. Azt mondtam, hogy nem, szó nincs erről. Ups. Szó nincs erről. Nem ez a megoldás ennek. Valójában a misna mind a két paragrafusa egyetért, hogy tojvasz ha na, mamu, hogy van olyan jog, hogy én pénzben kifejezhető, hogy eldöntöm. Akkor mi a különbség az egyes paragrafus és a kettes között? Valójában ugyanaz a szerzője a két paragrafusnak, csak más a szituáció. Miért más? Az elején, amikor mindenkit letiltok, lehet, hogy lenne egy ilyen jog, de magamat megfosztottam a jogtól. De mindenkit letiltok, akkor már nincs értelme a jognak, a jog elveszett, és ezért elvehetik erőszakkal, mert már nincs ilyen jog. De én magam vettem el magamtól a jogot, mert nem hagytam senkit, akinél eldönthetném, hogy neki adom. De ettől még a truma és a mászra kanitákét, tehát magamat megfosztottam a jogtól, annak már nincs értéke. A másodikban, amikor csak bizonyos kohénokat tiltottam le, akkor még mindig megvan jogom, mert ők nem, de van még 100 000 kohén, akinek adhatom, tehát azok közül én dönthetek, akkor még mindig van értéke ennek. Ennyi, ilyen egyszerű. Erre azt mondja a Talmud, Rav Amar, valójában van olyan jog, hogy pénzben kifejezhető jog, hogy eldöntöm, hogy kinek adom, mi a különbség az eleje és a vége között, de hányú time de jitlu, sajnú truma, hányú time de jitlu, akkor haj, viszont a truma lejházélelkáni, a truma a végén csak kohaniták kaphatják meg. Ha én minden kohint letiltok, akkor megfosztottam magamtól a jogot. De kimentek a haszine, Israel lájú, mivel az összes társaságot letiltottam, mindenkit letiltottam, sávi áfra bálma, az a jog, ami elvileg lenne, hogy én döntöm el, hogy kinek adom, az a földparával egyenlő, tehát semmi értelme nincs, és ezért nem lehet, nem egy pénzben kifejezhető jog. Oké? Okay. Stimmt? Szuper. Elérkeztünk a misnához. Misna arról szól, hogyha egy nő Tamás azt kérdezi, hogyha minden kohént letiltottak, kivéve kacot, akkor kac kapja a trumát. Igen. Oké, megyünk tovább a misnára. Misna azt mondja, kaj, nem se éni, hogy se alpi ába, alpi a viha, alpi achi, alpi a chicha. Alpi a chicha, én a jachel alfe. Mit mondtunk? Egy nőnek, egy feleségnek a fogadalmát milyen hivatkozással oldhatja fel egy férj? Emlékszel, Gábor? Két hivatkozás is van. Mi az a két hivatkozás, amivel a férj feloldhatja a feleségének a fogadalmát? Ugye az egyik az inui, hogyha önsanyargat. Tehát ez egy önsanyargató fogadalom. A nő azt mondta, hogy soha többet nem iszok vizet. Az nem egy fenntartható helyzet, az egy olyan önsanyargatás, amit a férj feloldhat erre a hivatkozásra, való tekintettel. A másik lehetőség pedig, így van, Larissa helyesen megadta a választ, a másik lehetőség pedig az együttélésüket korlátozza valahogy a fogadalom. Azt mondja, soha többet nem élek veled nem életet, vagy soha többet nem
tudom, nem főzök, vagy nem, tőlem semmit nem fogadhatsz el, akkor az az együttlétüket korlátozza, akkor azt feloldhatjuk. A különbség az az, hogy amikor sanyargatásra hivatkozással oldja föl, akkor az örökre feloldódik. Ha az együttlétre való hivatkozással, az addig van feloldva, amíg együtt élnek. De hogyha elválnak, és a nő hozzámegy egy új férjhez, akkor nyilvánvalóan újra érvénybe kerül az így módon feloldott fogadalom. Oké. Okay. Azt mondja a Talmud, vagy a Misna. Egy nő azt mondja, Karinam se inni a iszálpi, ába alpi a viha, soha többet nem fogok az apámnak semmit csinálni. Belőlem ő ne lásson semmi hasznot. Az apádnak, a testvéremnek, a testvérednek. Én a jachilla a fér. Ezt a fér nem oltatja föl, mert ebben nincs se sanyargatás, önsanyargatás, se pedig az együtt élésüket nem korlátozza sehogy. Mi van viszont akkor, hogyha azt mondja, se éni aiszál piha, soha többet neked nem fogok semmit csinálni. Akkor ugye mi van? Ugye ez korlátozná az együtt élésüket. Akkor elvileg föl lehet oldani. Vagy, de mit mond a Misna meglepő módon? Én öt szarik lahafél. Nem is kell feloldani. Miért? Mert a nőnek a kötelessége, hogy a férjét ellássa, szemben azzal, hogy a férj viszont őt eltartja, az egy olyan kötelesség, ami már hogy mondják ezt magyarul? Nem el van zálogosítva, de úgy lehetne erre mondani. Magyarul, tegyek fel, hogyha én fölveszek egy kölcsönt, és arra bevonok fedezetként egy telket, azt akkor azzal a telekkel én már nem rendelkezhetem. Ugye? Még az enyém a telek, nem rendelkeztetem felé, mert le van kötelezve az a telek a kölcsönnel szemben. Amikor egy férfi és egy nő összeházasodik, akkor a férfi vállalja, hogy eltartja a nőt, a nő vállalja, hogy végez némi házi munkát, amivel beszáll a háztartásba, tehát gondoskodik így módon a férjéről. Most tekintve, hogy ez a jog, vagy ez a cselekvés, ez már el van zálogosítva a férj felé, a nő erről nem rendelkezhet. Ő nem mondhatja azt, hogy akkor mostantól ez nem jár neked, mert már el van zálogosítva. Ez olyas, mintha olyasmi fölött rendelkeznék, ami nem is az enyém. És ezért azt mondja a Káma, hogy nem is kell feloldani a fogadalmat. Mit mond Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, mert Jafer. Sem a tádif alav, jöjszre minera ujlaj. Ami a kiva szerint viszont igenis fel kell oldani a fogadalmat. Miért? A kérdés a következő. Tanultuk a Ketubot traktátusban, hogy a férj ugye el kell tartsa a nőt, a feleség pedig kell gondoskodjon a férről. És a Ketubot traktátus meghatározta, hogy mi az a mennyiségű házi munka, amit a feleségnek végeznie kell. Ha visszaemlékeztek, teljes szugja volt ezzel kapcsolatban. Azt mondtuk, hogy hames szlaim, 5 szelányi fonott köteget kell csinálnia. Ez egy valamilyen érték. Ez a minimum, amit naponta kell csinálnia. Tehát neki is valamilyen teljesítményt fel kell mutatni. A kérdés az az, hogy a bónusszal, az extrával, hogyha a nő megerőlteti magát, és nem 5-öt csinál, hanem a 6-odikat is megcsinálja, az kié? Az első 5 az a férjé, ugye? Mert a férje eltartja, ad neki tartásdíjat, ezzel szemben a nő végez házi munkát ebben az értékben. De hogyha többet csinál az előírtnál, akkor az kinek a tulajdona? A nőjé, vagy a férfié? Mit mond Rabbi Akiva? Az a nőjé. Mit mond Rabbi Akiva? Pillanatra elbizonytalanodtam, de mindjárt. Mit mond Rabbi Akiva? Igen, az a nőé. Tekintve, hogy az a nőé,
Ezért a nő arról viszont már rendelkezhetne, arról rendelkezhet, az azt jelenti, hogy azt igenis letilthatja a férjére, és tekintve, hogy azt nem akarjuk, hogy olyan helyzet legyen, hogy most nem tudjuk, hogy mennyi az, ami még beletartozott a napi kötelességbe, mennyi az, ami több annál, mi az, amit nem tilthatott le, és mi az, amit letiltott, és ezért azt mondja, hogy inkább oldjuk fel a fogadalmat. Oké, kezdjük előről. Tehát a nő azt mondja a férnek, hogy semmit nem csinálok neked. Ugye, ezt mondja. A helyzet az, hogy itt van, mi, van a nőnek kötelessége. Mi a kötelesség? Kell fonnia 5 köteg, mondják ezt, pamutot, vagy nem tudom, gyapjút. Ugye erre az 5 kötegre ő nem tudja azt mondani, hogy letiltom neked, mert ez az 5 köteg már le van zálogosítva a férjesnek a eltartási kötelezettségével szemben. Tehát erre nem is érvényes ez a mondás, semmi értelme nincs feloldani a fogadalmat, mert a fogadalom létre se jön. Ezt mondja Tanakáma. Mit mond Tanakáma tehát? Tanakáma azt mondja, nem is kell feloldani. Miért? Mert nem jön létre a fogadalom. Ez Tanakáma. Jön Rabbi Akiva, és azt mondja, kedves Tanakáma, teljesen igazad van. Van azonban egy probléma. Mi a probléma? Hogy van egy, mi van akkor, hogyha csinál egy extrát? Ez az extra... Ez kié? Egy két vélemény van. De ez egyik vélemény azt mondja, hogy a nőé, másik vélemény azt mondja, hogy a férjé. Most, ha ez az extra is a férjé, akkor igaza van a Tanakámának, továbbra sincs semmi értelme feloldani, mert ez eleve a férjé, tehát a nő nem mondhatja azt, hogy nem adom oda neked, mert az az övé. Tehát a fogadalomnak semmi értelme, létre sem jön a fogadalom. Ha viszont a nőé, és ezt mondja Rabbi Akiva, hogy ez bizony a nőé, akkor tehát Rabbi Akiva két dolgot is mond. Egyrészt azt mondja, hogy az extra az a nőé, és ezért azt mondja, hogy igenis fel kell oldani a fogadalmat. Miért? Mert ha a nő fog csinálni egy extrát, akkor arra igenis érvényes lesz az a fogadalom, amit mondta, hogy semmit nem csinálok neked. Érvényessé tudna válni az a fogadalom, hogy semmit nem csinálok neked. De azt nem akarjuk, hogy érvényessé válni, mert akkor az a férfi és női kapcsolatot, a férfi és nő közötti kapcsolatot teljesen ellehetetleníteni. Ezért fel kell oldani a fogadalmat. Ezt mondja Rabbi Akiva. Oké. Mit mond Rabbi... Oké, ez a második vélemény. Mit mond Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan ben Nuri Oimer, Jafer sem a igaz, senna utehi a szurala. Rabbi Yochanan ben Nuri mit mond? Nem tudjuk, hogy mit mond a fenti kérdésekről. Tehát, hogy az extra kié. De ő más mond. Azt mondja, hogy fel kell oldani. Miért? Mert mi lesz, ha elválnak? Mi lesz, ha elválnak? Ha elválnak, akkor hirtelen már nincsen lekötelezve az, ami a nőt csinál a férnek. Ha nincs lekötelezve, akkor létre tudna jönni a fogalom, hogy semmit nem csinálok neked. És ugyan már nem élnek együtt, de egy szerencsétlen helyzet az, hogy a nő letiltja magát a jövőbeni elvált férjével szemben, és azért oldja föl. Oké? Okay? Ugye... Nem csak, hogy kellemetlen helyzet, hanem ugye ne felejtsük el, hogy a Tóra arra biztat, hogyha egy férj és egy nő elváltak, ha csak nem házasodtak újra valaki mással, akkor jól tenszik, ha újra házasodnak egymással. És viszont, hogyha a nőnek itt felszabadulna az alap
termelésének a tárgya, és arra érvényessé válna az, hogy semmit nem csinálok neked, akkor innentől fogva a férj nem tudna vele újra házasodni, mert nem tud egy olyan nővel házasodni, aki nem tud neki, nem tudja az munkáját biztosítani. Oké. Okay. Azt mondja Talmud, Amar Shmuel, Halacha, Rabbi Yochanan ben Nuri. Mit mondott Shmuel? Shmuel azt mondja, hogy kit követ a halacha? A halacha Rabbi Yochanan ben Nurit követi. Ez a halacha, mondta Shmuel. Most mi az érdekes abban, amit mond Shmuel? Álma, ke szavár Shmuel, adom Magdis Davas Leibelajlam. Ezek szerint milyen állásponton van Shmuel? Olyan állásponton, hogy az ember szenté tehet, vagy rendelkezhet olyan dolog fölött, ami még nem jött a világra. Gyertsük, miről van szó. Van egy kérdés. A kérdés a következő. Én mondhatom azt, hogy itt van ez a telefon, ezt a telefont, e fölött bármit rendelkezhetek, az enyém, a telefont felajánlom a szentélynek. Skajach. Tegyük fel, hogy még nincs telefonom. Azt mondom, hogy 10 év múlva, akkor majd lesz egy iPhone 27-esem. Azt felajánlom a szentélynek. Még nincs is ilyen, hogy iPhone 27. Nem is jött a világra. Rendelkezhetek egy olyan dolog föl, rendelkezhetek-e egy olyan dolog fölött, ami még nem jött a világra? Ez egy kérdés. Most, mit tűnik ki abból, amit itt Rabbi Yochanan ben Nuri mond? Rabbi Yochanan ben Nuri mit mond? Azt mondja, hogy fel kell oldani a fogadalmat. Miért? Mert mi lesz akkor, hogyha a nő elválik? És az, amit majd csinálni fog, akkor tiltottá válna a férjére, mert beállna a fogadalom érvényessége. Na jó, de hát az, amit majd akkor fog csinálni, az még nincs a világon. A fogadalmat ő most mondja, akkor a fogadalom most letilt valamit, ami majd a jövőben lesz. Igen, úgy tűnik, hogy ezt mondja Rabbi Yochanan ben Nuri, és hogyha Shmuel azt mondja, hogy Rabbi Yochanan ben Nurinak van igaza, akkor ezek szerint Shmuel azon az állásponton van, hogy az ember felajánlhat, a mi esetünkben letilthat, egy jövőbeni asszettet. Egy jövőbeni tulajdont, ami még most nincsen, azt ő felajánlhat vagy letilthat. Oké, okay, van egy probléma. Hogy Shmuel egy másik alkalommal azt mondta, ezt nevezzük Shmuel 1-nek, de van Shmuel 2, egy másik helyen, ahol azt mondta, hogy nem ajánlhat föl az ember. Olyat, ami egy jövőbeni asszet. Nem mondhatom azt, hogy ha majd a bárányom elleni fog egy kis bárányt, azt majd felajánlom. Mert az még nem jött a világra. Akkor itt van egy ellentmondás a kettő között. Az ellentmondás valahogy fel kell oldanunk. Oké? Okay? Tehát, ude mini, a mágdis májszér, de istaj, hát ez ő ajszavajche lesz. Hú. Most azt fogjuk bizonyítani, vagy azt fogjuk levezetni, hogy hol mondta azt a Shmuel 2? Hogy miből látjuk, hogy a Shmuel 2 az valóban az volt, hogy az ember nem ajánlhat föl egy jövőbeni asszetet. Oké. Okay. Honnan derül ez ki? A következő misnából. A misna azt mondja, aki a Ketuba traktátusban. Mágdis májszé de istoj. Ha valaki azt mondja, én felajánlom a feleségem keze munkájának gyümölcsét, a szentének. Azt mondja a Talmud, azt mondja a misna, őszavajche lesz. A nő dönthet úgy, hogy ő ebben nem áll bele, fölmondja azt a viszonyt, ami közt és a férje között van, azt a ellátási viszonyt, hogy a férj
tartásdíjat fizet neki, és ő, amit munkát végez, aznak a gyümölcsét odaadja a férnek. Ehhez azt mondja, én in zajnesz, vejni ajsze, kösz, nem kérek a te tartásdíjatból, viszont amit én végzek munkát, az a sajátom lesz, annak a gyümölcse a sajátom. És tekintve, hogy akkor az már a sajátja, a fér nem rendelkezte a feleség cucca fölött, és ezért az már nem a, az nem a szentélyé. Veham moiszer, mi van akkor, hogyha viszont a férj nem az alapot ajánlja fel a szentélynek, nem ezt az ötöt, hanem az extrát ajánlja fel, akkor azzal mi van? Azt mondja, hogy vita van, hogy az a női vagy a férjé. Ez vita, de hogyha azt mondom, hogy nem az övé, akkor is, ha tegyük föl felajánlotta ezt, nagyon jó a kérdése, és tegyük föl, hogy ez a női, amikor meghal a nő, akkor ami megmarad belőle, azt a férj örökli. Akkor az mégis az övé lesz, akkor azzal mi van. De mi mérai, mert hegdes, de mi miért azt mondja, ezért azt arra beáll a szentének való felajánlás. De mi éjjelen a szándelai, mert hulin, de mi éjjelen a szándelai, nem, az sem az övé. Nem, azt sem ajánlhatja föl. Van, mert Smuel lakik le Bécheneb a Sándor. És mit mondott Smuel, hogy Álaká a Bécheneb a Sándort követi? Magyarul, hogy nem ajánlhatja föl. Miért nem? Mert Álma, én adom Mágnis Davasolaiba ajlom. Mert ez lehet, hogy a jövőben így lesz, de még nincs itt. A jövő majd, ha meghal a nő, meg ha majd extrát termel, de még nem termelt extrát, és még nem halt meg. Akkor mit látok ebből, hogy Smuel szerint mégis nem ajánlhat fel olyasmit, ami egy jövőbeni aszet. Itt meg mi jött ki, hogy úgy tűnik, hogy mivel Smuel azt mondta, hogy Alakáz Rabbi Yochanan ben Nuri, Rabbi Yochanan ben Nuri, ebből úgy tűnik, hogy igenis felajánlhat, vagyis letilthat egy jövőbeni aszetet. Akkor a két Smuel hogy tud koherens lenni egymással? Mechiteim, akik a hamar Allahak Rabbi Yochanan ben Nuri, alhadafo de kamar. Léma Allahak Rabbi Yochanan ben Nuri, bárdafa. Inámi alak a tanakáma, inámi alak én alak a kerebi a kíva. Azt mondja Talmud, lehetne esetleg egy válasz. Hogy Smuel, amikor azt mondta, hogy a halakára bjöjjönemben Nurit követi, akkor nem arra gondolt, amit a Misna ír, hogy a bjöjjönemben Nuri azt mondja, hogy fel kell oldani, mert mi lesz, ha elválnak, hanem tulajdonképpen itt a történet, a háttérben a vitának volt egy másik eleme is. Ugyanis a kiva is két dolgot mondott. Egyrészt azt, hogy az extra a nőé, másrészt az, hogy fel kell oldani a fogadalmat. De Jéhanemben Nuri is két dolgot mondott. Egyrészt azt mondta, hogy fel kell oldani a fogadalmat, ez a kettes, de az egyes kapcsán ő azt mondja, hogy az extra az a férjé. És lehet, amikor Smuel azt mondta, hogy a halakha Rabbi Yochanan ben Nurit követi, akkor nem abból a szempontból mondta, hogy a halakha Rabbi Yochanan ben Nurit követi, hogy fel kell oldani, mert mi lesz, elválik. Hanem abból a szempontból, hogy a halakha az nem Rabbi Akivát követi, hogy az extra a nőé, hanem azt követi, hogy az extra Rabbi Yochanan ben Nurit az extra a férjé. A probléma ezzel az, ha tényleg ezt mondta volna Smuel, akkor ezt egyértelművé kellett volna tennie. Vagy azt kellett volna mondania, hogy Léma a halakha Rabbi Yochanan ben Nuri bár dafa, vagy azt kellett mondani, hogy a halakha Rabbi Yochanan ben Nurit követi az extra kapcsán, és akkor egyértelmű lett volna, hogy erről beszél. Vagy azt kellett volna mondania, innámi a halakha tanakáma, vagy azt kellett volna mondania, hogy a halakha tanakámát követi a feloldás kapcsán, vagyis, hogy nem kell feloldani a fogadalmat, vagy azt kellett volna mondania, hogy a halakha nem Rabbi Akivát követi az extra kapcsán, vagyis nem a nője, hanem a férje. De egyértelmű kellett volna tenni a választ. Ela már Rabbi Yosef, Shaini Kainemes, Hoyol Vadam, Eiszer, Pénz, Haveri, Alav, Eiszer, Rabas, Lajba, Leajlam, Nesem, Lajba, Alav, Lajba, Leajlam, Alav. De azt mondja a Talmud, ezt ezért el kell vetnünk. Maradjunk az eredeti felállásnál. Két Smuel. Az egyikben a Smuel úgy tűnik, hogy azon az állásponton van, hogy az ember felajánlhat, zárójelben, és ez fontos, a felajánlás, a szentélynek való felajánlás, és a fogadalom által letiltást, azt egy
kategóriába vesszük, mert ugye gyakran a maga a fogadalom, mind a kettő miről szól? Arról, hogy van valami, amit eddig használhattam, és mostantól nem fogom használni, nem használhatom. Letiltok valamit. A különbség csak annyi, hogy a szentélynél van a felajánlásnál, ennek van egy pozitív oldal is, hogy azért nem használhatom, mert a szentélyé. A fogadalomnál csak a tiltás marad, de a kettőt együtt kezeljük. Ezért, tehát Smuel azt mondja, hogy az ember felajánlhat, letilthat egy jövőbeni aszettet, egy másik ember meg mit mond, nem ajánlhat föl egy jövőbeni aszettet. Mi a feloldása? Hogy itt miről van szó? Itt valóban a felajánlhatról van szó. Vagyis a szentélynek történő felajánlásról. Itt miről van szó? A letiltásról van szó. Vagyis ez egy fogadalom. És nem lehet egyértelműen egyenlőséget tenni egy szentélybeni felajánlás és a fogadalom között. Miért nem? Mi eddig ezt egy csomagba kezeltük, de itt ez a jövőbeni asset szempontjában mégsem ugyanolyan. Miért? Mert amikor a felajánlásról van szó, akkor mi történik? Én azt, ami az enyém, felajánlhatom a szentének. Ha még nem az enyém, mert még nincs itt a világon, mert ez egy jövőbeni dolog, akkor nem ajánlhatom föl, mert nem az enyém. A fogadalomnál egy kicsit másképp van a helyzet. Miért? Mert a fogadalomnál mit látok? Mit lehet fogadalom által letiltani? Le lehet tiltani azt, ami az enyém rád nézve, ugye az akkor párhuzama a felajánlásnak, ahol nem letiltok, de felajánlok valamit, ami az enyém. De érdekes módon letilthatom a tiédet is magamra nézve. Magyarul rendelkezhetek valami fölött, ami nem az enyém. Értjük? Tehát, ha az azt jelenti, hogy a fogadalomnál mégiscsak látom, hogy szélesebb a rendelkezési jogom. Miért? Mert letilthatok valamit, ami nem az enyém. Én nem csak azt mondhatom, hogy te ne egyél az én gyümölcsömből, hanem azt mondom, hogy én nem ehetek a tiédből. Vagy olyasmi fölött rendelkezem, ami nem az enyém. Ha olyasmi fölött rendelkezhetem, ami nem az enyém, az azt jelenti talán, hogy egy jövőbeni dolog fölött is rendelkezhetem. És ezért ez teljesen koherens. Miért? Mert amikor a szentélynek való felajánlásról volt szó, akkor jogosan mondta Smuel, hogy nem ajánlhat föl valamit, ami a jövőben lesz. Miért? Mert nem az enyém, ami nem az enyém, arról nem rendelkeztetek a szentélynek. De amikor a fogadalomról van szó, akkor igenis letilthatok egy jövőbeni aszetet, mert ugyanúgy, ahogy letilthatom azt, ami nem az enyém, hanem a tiéd, ezt letilthatom magamra, ugyanúgy letilthatom az én jövőbeni aszettemet, ami még nem az enyém, rád nézve. És ezért teljesen koherens. Azt mondja erre a báje, nem egészen van ez így. Miért? Mit mondunk a fogadalomnál? A fogadalomnál úgy néz ki a dolog, hogy vagyok én, és vagy te. Mi volt az érvelésem? Az érvelésed az volt, hogy tekintve, hogy a te gyümölcsödet letilthatom, hiába nem az enyém, ezért a saját gyümölcsömet is, ami majd a jövőben lesz, tehát valahol itt van a jövőben a gyümölcsöm, azt is letilthatom. Mert az én jövőbeni gyümölcsöm, rád nézve, az ugyanaz a státusz, mint a te jelenlegi gyümölcsöd rám nézve. Mi a lényeg? Hogy nem az enyém, mégis rendelkezhetek fölött. Azt mondja erre a Talmud, azt mondja erre a bája, igen, de van egy lényeges különbség a kettő között. Miért? Mert igaz ugyan, hogy én letilthatom a te gyümölcsödet rám nézve, hiába az nem az enyém. De letilthatom-e a te gyümölcsödet egy harmadik félre nézve? Mondhatom azt, hogy mostantól fogadalmat teszek, de te gyümölcsöd legyen tilos a Pistikére. Mondhatok ilyet? Nem. Nem. Nem mondhatok ilyet. Miért? Mert legalább valami kapcsolatom kell, hogy legyen a dologgal. Magamra nézve letilthatom, mert az a kapcsolat. Másra nézve nem. Tehát vagy az van, hogy az a kapcsolat, hogy a dolog az enyém, vagy az van, hogy a kapcsolat az, hogy ugyan nem az enyém, de magamra nézve tiltom le. De hogyha egy harmadik személyre tiltok le olyat, ami nem az enyém, az biztos olyan működik. Most, a kérdés az, hogy az, ami azért nem az enyém, mert a jövőben van, és én azt letiltom valaki másra, az mihez hasonlít? Ahhoz, amikor a tiédet tiltom le magamra, vagy amikor a tiédet tiltom le egy harmadik személyre.
Azt mondja, bárja, tévedsz! Az, amikor a sajátomat, a jövőbeni sajátomat letiltom rád nézve, az ahhoz hasonlít, amikor a tiédet tiltanám le egy harmadik szemére nézve. Miért? Mert semmi kapcsolatom nincs hozzá. Itt, amikor a tiédet tiltom le magamra nézve, én most itt vagyok. És ezért a jelenben tiltok le valamit, ami nem az enyém, de legalább az én, akire letiltom, az most itt van. Amikor a jövőbenire, amikor a jövőbeni tiltom le rád nézve, akkor te nem én vagyok, tehát ahhoz nincsen kapcsolatom, és a dolog sem az enyém, tehát egyik oldalon sem fogom a történetet, és ezért igazából a jövőbeni tiltás rád nézve, az olyan, mint a jelenben tiltani a tiédet egy harmadik személyre nézve, amit nem lehet csinálni. És hogyha ez így van, akkor nem igaz, amit mondasz, hogy a fogadalomnál igenis le lehetne tiltani azt, ami a jövőben lesz. Amelé a báje, bislém adam össze prejszöv a chavéröj. Bislém adam össze pénősz chavéröj a lav. Sári adam össze pénősz a chavéröj. Az, hogyha én letiltok valamit, ami a tiéd magamra nézve, az világos. Miért? Mert letilthatom magamat a te gyümölcsödre nézve, ugyanúgy, ahogy az én gyümölcsömet letilthatom rád nézve. Valamelyikükkel van most a jelenben kapcsolatom. Ele jeszöv davasölejből ajlom a chavéröj. De hogyha a jövőbeni sajátomat tiltanám le rád, Sária, én adom őszöpérőz haméről, az olyan lenne, mint hogyha a tiédet tiltanám le a jelenbe egy harmadik szemére nézve. Nincs semmi kapcsolatom hozzá a jelenben, mert rád nézve tiltom le, te nem én vagyok, és a gyümölcs sem az enyém, mert még nincs itt, mert majd a jövőben csak lesz meg. Itt állunk meg, kedves barátaim. Szép volt? Jó volt? Köszönöm szépen, kedves barátaim, mindenkinek kívánok egy fantasztikus Sábesz. A leges legjobbakat érdemes lesz újra visszanézni ezt a mait. Kicsit keményebb volt a szokásosnál. Mindenkinek kívánok egy jó Sábeszt, szép szombatot, leges legjobbakat, viszont látásra, viszont hallásra.